3 hetes Carl Gustav szakfelkészítésen vettek részt a tatai Klapka-György lövészdandár katonái, amelynek zárónapján éles lövészet alkalmával adtak tanúbizonyságot a megszerzett ismeretekről a Szomódi lőtéren december 8-án. Felkészítés folyamán foglalkozásvezetők folyamatosan ellenőrizték a végrehajtásainkat. A felkészítés végén vizsgát kellett tennünk, egy elméleti és gyakorlati vizsgát. Aki ezen a vizsgán megfelelt, az volt csak éles lövészetre bocsátható. Az eszköz, amivel lőttünk, az egy hátrasiklás nélküli gránátvető, ami használható az ellenség fedezékek mögött, illetve épületekben elhelyezkedő élőerejének leküzdésére, páncélozott, illetve páncélozatlan célok megsemmisítésére, továbbá lőhető vele világító és füstgránát is. Az éles lövészet alatt a katonáknak különösen oda kellett figyelniük a biztonsági rendszabályokra, mint a dupla hallásvédő használata, illetve a fegyver mögött betartandó biztonsági távolságok. Nagyon fontos, hogy használat előtt meg kell vizsgálni magát az eszközt, illetve a felhasználandó gránátokat is. Semmelyiken sem lehetnek sérülések, ezeknek a sérüléseknek a mértékét is szabályozza maga a gyártó, és megvan az, hogy mi az a fokú sérülés, amivel még fel lehet használni, illetve mi az, amivel már fegyvermesterhez kell küldeni. Biztonsági távolságok kapcsán nagyon fontos, hogy a lövő, illetve a töltő a csőtengelytől számítva mindkét irányba 45 fokos szögön túl helyezkedjen el, illetve a fegyver mögött 5 méterre nem lehet semmilyen függőleges tárgy, illetve 60 méterre nem tartózkodhat élőerő. A biztonsági rendszabályok betartása mellett az éles lövészeten résztvevő katonák testközelből tapasztalhatták meg a Carl Gustav gránátvető képességeit.